Hétfőn derült ki, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze a baloldali városvezetés Pécsen szerdára. Sajtótájékoztatót is tartottak, hogy ismertessék, milyen döntést terveznek elfogadtatni a testületi ülésen. Kiderült, hogy az ingatlanadó mértékét akarják csökkenteni. Az 50 négyzetméter alatti lakóingatlanokra vonatkozóan a javaslat szerint szeretnék eltörölni az építményadót. Az 50, ez nagyjából 16 ezer pécsi ingatlant érint ez a lépés. Az 50 és a 150 négyzetméter közötti lakóingatlanokra vonatkozóan egy sávos építményadó csökkentési javaslattal élünk szerdán a rendkívüli közgyűlésen. Ez további 41 ezer építményre terjed ki. Átlagosan 20%-kal csökken az építményadó mértéke Pécsen. Ez összesen 57.266 adózót jelent, akiknek 122 millió forint megtakarítást jelent ez az elképzelés. A kieső adóbevételnek megvan a forrása, ismertette az alpolgármester. A Pécsre betelepült vállalkozások, cégek megnövekedett száma az iparűzési adóban is növekedést jelent. Ez fedezi a 122 milliót. Az ingatlanadó mérséklése nem vonatkozik a kiadott lakásokra, csak azokra, amikben a tulajdonosok laknak. Az adócsökkentésről a rendkívüli közgyűlésen dönthetnek a képviselők szerdán.